Leendő elsős gyerekeket és szüleiket várták a Bárdos iskolába sulikóstoló programra, melyből már a negyedik zajlott ebben a tanévben. Ilyen alkalmakkor bepillanthatnak az iskola életébe, megismerhetik a tanítónéniket, az intézmény felépítését, programját és terveit. A kedd délután zajlott iskola hívogató programon a gyerekeket sportfoglalkozással, szüleiket előadással várták a Bárdos iskola pedagógusai. Patai Anikó, az intézmény vezetője avatott be minket a részletekbe. Nagyon nagy szeretettel várjuk a leendő iskolásokat, és amivel készültünk, az egyrészt a LEGO Robotika szakkör bemutatkozása, valamint amit igazán várnak a gyerekek, egy játékos sportvetélkedő, mivel jön a húsvét, ezért Nyuszi Hopp címmel. Mi várja ekközben a szülőket? A szülőket egy másik tanteremben kolléganőimmel én fogadom. Én bemutatom az iskolát, bemutatom, hogy mi az, amilyen területekkel foglalkozunk, mit tudunk kínálni, milyen eredményeik vannak az iskolánknak, illetve ezt egészítik ki a kollégáim még egyéb hasznos információkkal, ami viszont a beiratkozáshoz szükséges. Kik lesznek az első osztályos tanítónénik, és milyen osztályok indulnak? Két osztályt indíthat minden iskola a városban, és nálunk van egy énekzenetagozatos osztály, ami 1962 óta működik így, tehát nagyon nagy múltra tekint vissza. A B-osztályosaink pedig egy normál tanrendű követelménnyel dolgozó osztály. Az énekzenetagozatosak egy kicsit mélyebben fognak az énekzene rejtelmeibe belemerítkezni, de mind a két osztályban minden egyéb tantárgyat a normál követelmény szint szerint tanítjuk, és mind a két osztályban függetlenül, hogy tagozat vagy normál osztály, a legfontosabb célunk az, hogy a gyerekek játékosan, foglalkoztatva dolgozzák fel a tananyagot, élményszerű legyen nekik a munka. Az egyik osztályunk már Dankóné Ládi Tímea és Nagyné Virág Éva a tanítónénik, a másik osztályban pedig Sarkadi Zoltánné és Ungainé Vértesi Tímea, mindannyian nagy múltra tekintenek vissza, sok éves tapasztalattal rendelkeznek. Milyen jövőképe van az iskolának? Hosszú távon mit tud nyújtani a diákjainak? Mindig is azt vallottuk, hogy figyelembe kell venni a szülői igényeket, illetve a városnak, a társadalomnak az elvárásait, és nem szabad csak egy profilt képviselni, minél szélesebb körben kell biztosítani a gyerekeknek a továbbhaladását. Így amellett, hogy az énekzene tagozatunk nyilván működik, emellett nagyon fontosnak tartjuk a természettudományos tantárgyaknak a minél magasabb szintű tudását, élményszerű megszerzését. Az egészséges fejlődéshez a sport elengedhetetlen. 12 különböző területen tudunk sportszakkört biztosítani a gyerekeknek. A Legót, robotikát imádják a gyerekek, így nagy létszámba járnak erre a szakkörre is. És mivel tanulási gondok elég gyakran előfordulnak ebben a mai rendszerben, ezért első osztálytól egészen 5. osztályig órarendbe építve tanulástanítása című tantárgyunk van, ahol tanulástechnikákat, fejlesztéseket tanulhatnak meg a gyerekek. A másik dolog pedig, ami nagyon fontos számunkra, hogy játékos formában a készségeket, képességeket folyamatosan mérjük, és ennek megfelelően minden gyerekre egyéni fejlesztési tervet alkalmazunk, hogy lehetőség szerint minél magasabb szintre tudjuk őket juttatni. És ami szintén nagyon fontos, az a nyelvi tudás, így nálunk is nyelvvizsga előkészítő van már a nagyoknak, a felsősöknek, és emiatt pontosan sok eredményes nyelvvizsgánk is van. Az említett robotika szakkör nagyon népszerű, eredményei látványosak. Alapvetően az iskola diákjainak szervezzük ezt a szakkört. Az NI Hungári szervezésében kaptunk 2 robotot 6-7 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan csináljuk ezeket a szakköröket. 3.-4. osztályos kortól várjuk a gyerekeket, és egészen 8. osztályos korig vannak csoportjaink. Nyilván a kicsik még nagyon alap szinten mozgatják a robotot, de már ők is önálló programokat írnak. A nagyok pedig már olyan pályákat csinálnak, mint amit itt az előbb lehetett látni, ahol a robotot már a vonal mentén végig tudják vezetni, illetve vannak szervezett versenyek is, amik most már megyei szinten is zajlanak,
és ott például ilyeneket lehet csinálni, egy robó-szumó verseny, ahol két robotnak egymást le kell törni egy kör alakú pályáról, mint az igazi szumó sportban.